Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntjük Önöket szerdai tájékoztatónkon. Elsőként kérem, hallgassák meg Kis Róbert rendőr alezredes urat, az Operatív Törzs Ügyeleti Központ vezető helyettesét. Köszönöm szépen, tisztelettel üdvözlöm Önöket. Mai napon is kormányülés van. A kormány értékeli és elemzi a koronavírus járvány elleni védekezéssel összefüggésben rendelkezésre álló adatokat. A döntésekről a holnapi napon a kormányinfón a miniszterelnökséget vezető miniszter úr ad részletes tájékoztatást. Nézzük az elmúlt 24 óra rendőri intézkedésének adatait. A tegnapi napon összesen maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 269 személlyel szemben intézkedtek rendőreink, így a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló kormányrendelet szeptember 21-i hatályba lépése óta összesen 8095 személlyel szemben intézkedtünk maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt. 224 személlyel szemben intézkedtek rendőreink a tegnapi napon, mert a 10 000 főnél nagyobb lakónépességű település területén az önkormányzati rendeletben meghatározott maszkviselési kötelezettségnek nem tettek eleget a közterületen, illetve az általuk meghatározott nyilvános helyeken. A megelőző napszabályszegélyhez képest ez 14%-os csökkenés. Részleteiben 34 személlyel szemben alkalmaztunk figyelmeztetést, 133 személy részére szabtunk ki helyszíni bírságot, míg 57 személlyel szemben tettünk szabálysértési feljelentést. Még a maszk használattal kapcsolatos adatoknak maradva, az elmúlt 24 órában a tömegközlekedési eszközön, illetve a tömegközlekedési eszközök várakozó helyein 9 személlyel szemben, valamint a kereskedelmi üzletekben, illetve a bevásárlóközpontok területén összesen 36 személlyel szemben intézkedtek rendőreink, mert nem vagy nem megfelelő módon viselték a maszkot. A vendéglátó üzletekben, kereskedelmi üzletekben, bevásárlóközpontok területén, illetve egyéb szolgáltatási helyeken a maszkviselési kötelezettség betartásának ellenőrzése mellett ellenőrizzük az üzletek korlátozott nyitvatartására, illetve az egyes létesítmények szolgáltatási helyek nyitvatartás tilalmára, illetve a tartózkodás tilalmára vonatkozó szabályok betartását. Az elmúlt napon rendőreink közigazgatási hatósági intézkedésként egy esetben döntöttek vendéglátó hely ideiglenes bezárása mellett. A jogszabály hatályba lépése óta összesen 74 üzlet bezárására intézkedtünk. A kereskedelmi üzletekbe, vendéglátóhelyekre, a szálláshelyekre, valamint a szabadidős létesítményekre vonatkozó korlátozó intézkedések megszegése ügyében ez idáig a jogszabály hatályba lépése óta 477 rendőri intézkedést hajtottunk végre. Ebből az üzemeltető vagy a tulajdonos által elkövetett szabályszegések száma 120, valamint az üzletek korlátozott nyitvatartására, illetve az egyes létesítmények szolgáltatási helyek nyitvatartás tilalmára, illetve a bentartózkodás tilalmára vonatkozó szabályszegések miatt 357 volt a rendőri intézkedéseink száma. A budapesti rendőrfőkapitányságon szolgáltott teljesítő munkatársaink a tegnapi napon hatósági ellenőrzés keretén belül Budapest 10. kerületében az egyik vendéglátó üzletet ellenőrizték, ahol azt tapasztalták, hogy a söröző a vendégek számára nyitva van, ott egy vendég tartózkodik. Sem a üzletnek az alkalmazottja, sem pedig a vendég nem viselte a maszkot, a szabálysértőkkel szemben helyszíni bírságot alkalmaztunk, valamint közigazgatási hatósági intézkedésnél az üzlet 60 napos bezárásáról hoztunk döntést. Most jöjjön a kijárási tilalommal kapcsolatos szabályszegések, ellenőrizzük a kijárási tilalmat, a közterületi magatartási szabályokat, illetve a gyülekezés, illetve a csoportosulások tilalmára vonatkozó rendelkezések betartását. Az elmúlt 24 órában összesen 295 személlyel szemben intézkedtünk. Ez bontva a következőképpen néz ki, 289 személy volt, aki ténylegesen megszegte a kijárási tilalomra vonatkozó szabályokat, két személy nem tartotta be a kutyasétáltatás 500 méteres körzetére vonatkozó szabályt, négy személy meg a közterületi magatartási szabályt szegte meg. A november 4-i kijárási korlátozás, valamint a november 10-én 24 órakor hatályba lépett kijárási tilalom ellenőrzése óta összesen 6244 személlyel szemben intézkedtek rendőreink ezen szabályszegések miatt. Az elmúlt 24 órában is ellenőriztük a Magyarországon személyforgalomban történő tranzitálási szabályok betartását.
A korridorokon a tegnapi napon 51 rendőrintézkedést hajtottunk végre, és a beutazási korlátozásokról szóló kormányrendelet szeptember 1-i hatályba lépése óta ez idáig mindösszesen 6395 rendőrintézkedést hajtottunk végre. A Magyarországra személyforgalomban történő tranzitálási szabályok megszegése ügyében. Hatósági házi karanténadatok. Az elmúlt napon 16703 helyszíni ellenőrzést hajtottak végre rendőreink. Az elmúlt 24 órában elrendelt hatósági házi karanténok száma 7307, így a mai napon az elrendelt és érvényben lévő hatósági házi karanténok száma 41558. A hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzését szolgáló mobiltelefonra tölthető informatikai alkalmazásra regisztrált felhasználóink száma a mai napon 3741. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm, alezredes úr. Most kérem, hallgassák meg dr. Müller Cecília, országos tiszti főorvosasszony tájékoztatását. Jó napot kívánok! Az elmúlt napon 3806 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma, és sajnos elhunyt 106 fő. Ezek között, az elhunytak között megtalálunk fiatalokat és időseket egyaránt, de továbbra is jellemző, hogy a több megbetegedéssel küzdködő idősebbeket veszítjük el, hogyha a koronavírusos fertőzést kapnak az egyéb meglévő betegségeik mellett. Az összes igazolt beteg immáron 185.687 fő, akit a járvány kezdete óta nyilván tartunk. Nagyon fontos számadat az, hogy 7.718 főt ápolnak most a mai napon egészségügyi intézményeinkben. Látjuk, hogy ez a szám kicsit mérséklődően, de még mindig emelkedő tendenciát mutat, és ez az egészségügyi ellátórendszer terhelését mutatja. Nem kevésbé a 656 fő, akik lélegeztetésre szorulnak a mai napon. Az egészségügyi dolgozóknak a tesztelése is zajlik, párhuzamosan a jogszabályban meghatározott egyéb intézményben dolgozókkal, tehát a szociális dolgozók, pedagógusok, oktatási intézmények, bölcsődék dolgozói, és immáron az egészségügyi dolgozóknak is a célzott tesztelése folyamatban van. Ezeknek az eredményeiről későbbiekben fogunk tájékoztatást adni. Az elmúlt heti adatokat elemezve láthatjuk, hogy változik a járványgörbe. Egy nagyon fontos eredmény, illetve adat az, hogy a 47. héten a 46-kal szemben 7%-kal kevesebb pozitív személyt regisztráltunk. Ez pontosan 2177 főt jelent. Közülük a pozitív személyek közül 54%-ban képviseltek a nők, 46%-ban pedig a férfiak. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a járványt megfékezzük, a terjedést lassítsuk, és minden intézkedésünk ezt a célt szolgálja. Kettől érvénybe lépett az idősek vásárlási sávja, tehát a 65 év felettiek vásárlási sávja. Azonban felhívnám a figyelmet arra, hogy ez tulajdonképpen egy védett idősáv, amikor a drogériákba, élelmiszerüzletekbe és a gyógyszertárakba ebben az időpontban, időintervallumban a 65 év felettieknek biztosítunk egy olyan lehetőséget, hogy csak ők mehetnek ezekbe az üzletekbe. A nyitvatartás egyéb idejében ők is és más is jelen lehet az üzletekben. Egyébként a többi üzlet vonatkozásában nincsen idősáv. Tehát akkor a teljes nyitvatartási időtartam alatt bárki, bármely korosztály igénybe veheti ezeknek az üzleteknek a szolgáltatásait. Visszatérve a járványügyi adatokra,
Az életkor szerinti megoszlás a 47. héten is hasonló volt az előző héthez, és nem csak az előző héthez, hanem már tulajdonképpen 6. hete közel azonos arányokról tudunk beszámolni. A legérintettebb korosztály a pozitivitás szempontjából a 40-49 éveseknek a korosztálya, akik mintegy 23%-kal reprezentáltatják magukat a teljes fertőzött populációban a 47. héten. Az ő számuk 40.741 fő. A 65 éven felülieket egybe vonva egészen az életkor végső határáig mintegy 16%-os reprezentációt találunk, az ő számuk 28.111 fő, míg a 15 éven alatti korosztály 4,1%-kal képviselteti magát a fertőzöttek populációjában. Az ő számunk 7148 fő. Mint említettem, ez az arány nem nagyon változik, tulajdonképpen állandónak mondható. Hogyha a 100.000 főre vetített arányokat vizsgáljuk, tehát 100.000 azonos korcsoportra vonatkoztatott számadatokat elemezzük, akkor úgynevezett 10 évenkénti kohorszokat képzünk, tehát ez azt jelenti, hogy 10 évente vizsgáljuk, 10 évenkénti csoportokba vizsgáljuk az eloszlásokat. A 20-29 éveseknél 2221, 30-39 éveseknél 2083, 40-49 éves korosztályban 2584, az 50-59 éves korosztályban 2363, a 60-69 éves korosztályban 2618 fő. Láthatjuk, hogy közel azonos a megoszlás a 10 évenkénti korcsoportokban, míg a 70-79 évesek körében 346 főt regisztrálunk, és 80 éven felül ismételten 2000 fölé ugrik ez a szám, 2230 fő a fertőzöttek csoportja, illetve száma a saját azonos korcsoportjukra vetített 100.000 főre vonatkoztatva. A gyermekek vonatkozásában az 1-2 évesek körében a legalacsonyabb a fertőzöttségi szám, mindösszesen 141 főnél regisztráltunk pozitivitást ebben a korcsoportban. Ahogy nő az életkor a gyermekek vonatkozásában, nő az érintettség is, tehát a fertőzöttség mértéke. Az alsó tagozatosoknál a 6-9 éves életkorban 365 fő, a felsősöknél 10-14 éves életkorban már 968 igazolt fertőzött jut 100.000 azonos korcsoportban tartozó gyermekre, míg a középiskolásoknál ez a szám 2130, tehát 100.000 azonos korú főre vetítve. A területi érintettségről tegnap az aktív fertőzöttek vonatkozásában részletes tájékoztatást adtunk minden megyére vonatkozóan. Most megerősítem azt, hogy a mai napon is, illetve a 47. héten is településeinknek 91%-a érintett a vírusfertőzéssel, tehát ezeken a településeken regisztráltunk pozitív személyeket. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy most már mindenütt regisztrálunk pozitívakat, tehát valószínűleg a maradék 9%-on is nagy valószínűséggel jelen van pozitív személy. A 47. héten a regisztrált új fertőzöttek számának a
százalékos eloszlása terület szerint. 18,5% a fővárost jelenti, itt azonosítottak 6242 új fertőzöttet. Pest megyében 12,6%-nyi reprezentációval 4254 főt, míg Borsodaba-Új-Zemplén megyében a fertőzöttek közel 8%-át azonosították 2682 fővel. Ismét Tolna megyében regisztráltak a legkevesebb új esetet, mindösszesen 373 főt. Ez az összes 47. héten regisztrált fertőzöttnek mindösszesen 1%-a. Hogyha egy kicsit dinamikájában vizsgáljuk ezeket a számokat, tehát a két hetet összehasonlítva a fertőzöttség mértékének az emelkedését vizsgáljuk, akkor azt találjuk, hogy Zala megyében nőtt leginkább az esetek száma, mintegy 86%-kal az előző héthez képest. Fejér megyében 71%-kal nőtt a pozitív személyeknek a száma, míg Borsodaba-Új-Zemplén megyében 54%-kal nőtt a 47. héten a 46-hoz viszonyítva. Vaskomárom, Esztergom, Békés megyében gyakorlatilag nem változott a szám. Az újonnan igazolt esetek száma közel azonos az előző hetivel, illetve Nógrád megyében 55%-kal csökkent, és Győr-Moson-Sopron megyében is jelentősen most már 44%-kal kevesebb fertőzöttet regisztráltak a 47. héten a 46-hoz képest. Hogyha nézzük az abszolút számokat a járvány kezdete óta, tehát az összes regisztrált fertőzöttet, akkor a fővárosban 41.251 főt, Pest megyében 23.372 főt, míg Győr-Moson-Sopron megyében 12.079 főnél igazolták a fertőződést. Tehát az abszolút számok a járvány teljes időtartama alatt, ez a három a legmagasabb az összes fertőzött létszám közül. A megbetegedési arány szintén változó. Tulajdonképpen, ha 100 000 lakosra vonatkoztatjuk, és nem az abszolút számokat nézzük, akkor Győr-Moson-Sopron megye vezet még mindig. Itt az országos átlagnak az 1,4-szeresével számoltunk a 47. héten, míg a fővárosban második helyen, illetve Vas megyében az érintettség a harmadik helyen áll. A megbetegedési viszonyok legalacsonyabbak Békés, Somogy, Tolna megyében. Ez utóbbi, Tolna megye az országos átlag alatt van, annak mintegy 60%-a. Tehát itt a 100 000 főre történő vonatkoztatott átlagról beszélünk. Az elhunytak száma a 47. héten 3891 fő volt, az átlag életkoruk változatlanul 76 év, míg 270 000, bocsánat, ez valószínűleg elírásra került ez a szám, tehát a gyógyultak átlag életkora pedig 40 év. Köszönöm szépen a figyelmüket!